Gyere, Dév! Mindjárt ott vagyunk. Ja, mindig ezt mondod. Azt már órák óta gyalogolunk. Ráadásul ez a vacak is lemerült. Miért? Mi az? Csak a mobilom. Te most komolyan ráraktad a slime-ot gombásra? Persze, hát ne én vigyem már. De még más haszna is lesz. Mi ez a mobil? Látod? Képeket csinálhatsz vele meg videót. De most nem tudom megmutatni, mert lemerült. És a te világotokban nincsen áram. Akkor már meg se kérdezem, mi az az áram. Jó, menjünk tovább. Oké. Gyere, gombás! Segítség! Dév, hallottad, ez baj van, gyere! Jövök! Azt a mindenit, egy csontváz lovas! Elszöktek a lovaim! Segítség! Steve, valami ott lett! Nem tudom! Utás! Itt vannak a lovak! Nyugi! Nyugi! Mi a pálya? Mi lesz? A lovakkal fogunk harcolni. Szembeszállunk a csontvázzal. Hé, csontváz! Ez az! Közelharcot akarsz? Hát megkapod! Most pedig jöhet a ló! Hé, eltűnt! Egy villanásra! Ez mitől van? Hogy lehet, hogy eltűnt a lovas egy villanásra? Vagyis hát inkább a ló, mert utána már lovasa is. Ó, tudod, ez azért van, hogyha lecsapsz egy csontvázlovast, a lovasa eltűnik, utána a ló is automatikusan visszamegy az alvilágba. Aj, pedig tök jó nézett volna ki. Mi történt, srácok? Láttad, hogy eltűnt a ló? Aha, láttam, s láttad, hogy legyőztem? Nagyon bátor a barátod, Steve. És milyen máshogy néz ki, mint mi? Igen, mert ő a fenti világból jött, de ragaszkodott, hogy eljöhesse hozzá. Tényleg? És mit tehetek érted? Hát, igazából azért jöttem. Cserét ajánlanék. Cserét? Igen. Az istálód kellene nekem. És mit adnál cserébe? Gombás, gyere! Mi? Oda akarod adni neki gombást? Dehogy gombást? Hanem a slime-ot. Nos, a slime cserébe a farmér. Dév, gyere egy kicsit! Így bocsáss meg egy pillanatra. Dév, megőrültél? A slime ezerszer többet ér, mint az a koszos istálló.
Jó, de átalakítva az istálló egész jó, otthon lehet, amíg itt leszek. Nem egy könnyen jutok haza ebből a világból, ahogy nézem, és per pillanat nincs jobb ötletem. Megértem, de akkor is, az egy slime. Tudom, ezért kell megpróbálnom elcserélni. Na, hogy döntöttél? Hát nem tudom. Jó, akkor visszük máshova. Szia! Várjál! Várjál! Igen. Jó, legyen. Ez az! Nem bánod meg. Vigyázok majd a lovaidra nagyon. Oké, köszi! Na lássuk csak. Van itt fű, lehet termeszteni zöldséget. Van víztárolásra alkalmas hely, és kabin, hogy ne ázzak meg. Tökéletes. Oké, hát akkor úgy néz ki, hogy itt a búcsú ideje, és elköltözöl. De kár. Eszembe sincs, Steve. Ezért kellett gombás. Mi? Miért? Gombással és a lovakkal. Lebontjuk ezt a helyet, és elvontatjuk hozzátok. És oda költözök mellétek. Egységben az erő. Tényleg? Ezt megtennéd? Persze, hisz haverok vagyunk. Aztán, akkor nagyobb esélye többen több mindent tudunk találni. Pontosan. Na, jól oda kötöztük. Gyerünk, húzd meg! Hát ezzel eltart egy darabig, amíg elérünk hozzátok. Hát időnk, mint a tenger. Nem kellett volna szétszedni? Dehogy, akkor utána meg építkezzünk össze. Ja, jó ez így. Gyere, póni, nem maradj el! Aztán, ti ide vontattatok egy istállót? Drágám, kivágnál néhány fátot mellettünk? Persze, intézem. Így jó? Tökéletes. Na, vontassuk. Ez az. Na, Alexa, mától szomszédok vagyunk. Az tök jó. Igen, Dave beköltözik mellénk. Együtt több mindent tudunk keresni, és többet találhatunk. Te gombáson lovagolsz? Hát igen. Na, ide már ültettem is növényeket. Meg zöldséget. Kis igazítás. Itt bent, ez lesz a kis lakrész. Mit szóltok hozzá? Szerintem így már egész ötletes. De hova rakod a lovakat? Hát, mennek a másik kabinba. Na, férjetek össze! Úgy. Ez meg lesz az enyém, és így van fedél a fejem fölött. Szuper! Akkor mehetünk a kereskedő állomásra? Most pihennék picit. Hosszú volt az út, meg a csata. Hát jó. Akkor majd máskor kalandozunk tovább. Az biztos, hisz még rengeteg kaland vár ránk. Igaz? Ha tetszett a mese, iratkozz fel, és nézd meg a többi epizódot, mert folytatjuk.